A riói olimpiát követően szeptember 7-e és 18-a között rendezik meg a brazil városban a paralimpiát. Magyarországot 11 sportágban 39 versenyző képviseli. Egyikük a kerekesszékes vívó Veres Amarilla. A nyíregyházi sportoló az idei évben 2 ezüstérmet szerzett a torinói Európa-bajnokságon, és jól szerepelt a világkupa versenyeken is. A legutóbbi varsói viadalon bronzérem került Pákéi Béla tanítványának nyakába. Bár korábban arról volt szó, hogy a felkészülés egy részét Tatán tölti az első paralimpiájára készülő versenyző, végül nem kell kimozdulnia a megszokott környezetből. Nekem ez nagyon sokat jelent. Én nagyon szeretek itt lakni Nyíregyházán, és nagyon jó, hogy nyilván az erőnléti edzőm is, tehát vele is folyamatosan együtt dolgozunk. Nagyon jó, hogy nem kell új edzőkkel, új emberekkel megismerkedni, összeszokni. Ez nagyon jó, hogy a megszokott csapattal, a megszokott edzőimmel, edzőpartnerekkel tudok felkészülni. Ez nagyon jó. Pákéi Béla mesteredző egy 2 hetes nemzetközi edzőtábor megszervezésével gondoskodott arról, hogy minőségi edzőpartnerei legyenek Amarillának. Az első héten kondícióedzés van, illetve megkezdődnek az egyéni iskolázások, a második héten a kondícióedzés és az iskolázások mellett konvencionális gyakorlatok lesznek, ebben már be fog kapcsolódni Tarjány István és a másik válogatott versenyzőnk, utána pedig a következő 2 héten sikerült létrehoznunk egy edzőtábort itt Nyíregyházán, ami nemzetközinek mondható, meg külföldön is fognak jönni, partnerek, akikkel tudunk felkészülni, és az utolsó hét gyakorlatilag a gyorsítással, egyéni dolgok, egy kicsit titkos dolgokkal fog eltelni, az utazásig, és utána pedig el fogunk repülni. Veres Amarilla a párbajtőr egyéni és csapatversenyben indul a riói paralimpián.